Egyre nagyobb a nyomás az egészségügyön, legalábbis ezt állítják a rendszerre testközelből is rálátó szakemberek. A helyzetet az is nehezíti, hogy az új szerződés miatt többen felmondtak, miközben a miniszterelnök rendkívüli készültséget rendelt el a kórházakban. László Imrével beszélgetünk. Újbuda polgármesterével jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Eredetileg arról, ami az előzetesben volt, de azt olvasom a Facebook oldalán, hogy ma este 8 órától az Egyenes Beszéd című műsor vendége leszek, ahol egy fontos bejelentést fogok tenni, de én most kibírom, hogy nem ezzel kezdem, hanem azzal, hogy ugye a legutóbbi zárás az a városvezetőknek egy lábon kihordott infarktus volt. Szóval sokukkal beszéltem, akik elmondták, hogy évfél előtt néhány perccel még frissítgették a magyar közlönyt, hogy mi a tennivaló. Most tisztán lát? Tehát most egyértelmű, hogy mit várnak önöktől? Hát tekintettel rá, hogy kijött a közlöny, és abban a taxatív felsorolásban megtalálható, hogy mi igen és mi nem. Nem hozott olyan áttörő, hogy mondja, megnyúvást számunkra a leközölt információ mennyiség, amivel azt mondanám, hogy minden oké. Egyet biztosan tudok, hogy szigorítani kellett. De azért lett volna... Az intézkedéssel egyetért. Azzal igen, de azért egy-két olyan javaslat, nem csak nekem, lett volna. És ugye itt a bevásárlással kapcsolatos, hogy azt a 8 órás estét legalább 9-re kitolják, hogy a munkavégzés után rohannak az emberek bevásárolni, és egy iszonyatos tömeg jön össze ezeken a bevásárlóhelyeken, ami tetszik vagy nem tetszik, a fertőzés átadásának, egy nagyon-nagyon kedvenc helye. Mit gondol arról, hogy csütörtök délbe bejelentik azt, hogy hétfőtől bezár az ország? Tehát, hogy milyen péntek, szombat, vasárnap vár ránk, és van még előttünk, ez szerintem nem nehéz megjósolni. Mi lesz a fodrászoknál, a kozmetikusoknál és a bevásárlóhelyeken? Természetesen, hát látható is volt, hogy egyszerűen az üzleteket megrohanták. Úgyhogy már azt kellett kijelenteni, hogy ne tessenek idegeskedni, élelmiszer van, folyamatosan működni fognak. Na de hát nem csak az élelmiszerboltokat rohanták meg, hanem azokat a helyeket is, amit úgy gondolták még akkor, hogy feltehetően be fognak zárni, és aztán később egy részét nem, másik részére pedig kijött az intézkedés, hogy ténylegesen bezárják. Adnak-e a most bejelentett szigorítások plusz feladatot az önkormányzatoknak? Ugye azt mondta, hogy most időben kijött a közlöny, tehát hogy tudják, hogy mi a teendő, csak meg tudják-e csinálni? Van-e olyan, ami... Be kell vallanom őszintén, hogy körülbelül 3 héttel ezelőtt én egy olyan szigorú intézkedéssel a jegyzővel közösen rendeltünk el az önkormányzaton belül, ami az ott dolgozóknak a védelmét szolgálja. 3 héttel ezelőtt? 3 héttel ezelőtt. Egyértelműen, ugye szerkesztő úr tudja, de talán a nézők közül is sokan, én orvos vagyok. És ugye majd ezzel lesz kapcsolatos, amit szeretnék mondani. Tehát én azokból az adatokból, amik rendelkezésemre állnak, bocsánatot kérek, tudok olvasni. Ennek a harmadik hullámnak az indulási időpontja február 8. Február 8. Ugye most lassan már március 8 nőnap lesz, ami azt jelenti, hogy rögtön meg kellett hozni azokat a szigorító intézkedéseket az önkormányzaton belül, amik az emberek védelmét szolgálták, az ott dolgozók is, meg azokét is, akik bármilyen ügyintézés szempontjából hozzánk fordulnak. Most, ha a szerkesztő úr azt kérdezi, hogy és a kerület vonatkozásában mit tettünk, nincs jogosítványunk. Nem tudok elrendelni semmit. Tehát, hogy a mozgástere az az önkormányzat épületére vonatkozott. Így van. És mi az, amiből látta? Mert hogy persze most, hogyha kötözködni akarok, utólag minden ember okos. Utólag én is mindig tudom, hogy mit kellett volna tenni. De egy hónappal ezelőtt mit látott, amiből azt már tudni lehetett? Az adatok, amiket közölnek, ebből van olyan, ami borzasztóan fontos, nem nagyon szokták emlegetni. Szokták emlegetni, hogy hány friss fertőzött van, nem nagyon szokták hozzátenni, hogy hány tesztet végeztek, mert ugye nem mindegy, hogy 9000-ből vagy 31000-ből jön ki az a szám. Hogy hány haláleset van, ez is fontos természetesen, de a legfontosabb, hogy hány súlyos állapotú covidos beteg kerül kórházba, akiknek kórházi ellátás kell. Miért ez a lényeg? Mert közülük kerülnek ki a gépre kerülők,
és sajnos közülük kerülnek ki a halottak, akiktől sajnos el kell köszönnünk. Tehát azt kell nézni, hogy mi a dinamikája a kórházba kerülő covidos betegeknek. És ez jelent meg február 8-án, és egy dinamikus emelkedéssel jutottunk el odáig, ahol most tartunk. Azt, hogy gépre annyian kerültek már, amit a második hullámba sem tapasztalhattunk. Negatív csúcs. Csúcs. Nem örülünk neki természetesen, és nem vagyunk a végén. Na, ezek után mi az a következtetés, vagy mi az a döntés, amit ennek alapján levont? Elvállalja az országos tisztifőorvos szerepét? Nem. Nem. Van nálam alkalmasabb éppenséggel, hogyha ezt írtatjuk, hiszen a falus Feri barátom az abszolút értelemben uralja ezt. Én orvos vagyok. Én gyakorlatilag akármit csinálok, nekem az alapmentalitásom az, hogy segítsek. Akkor, amikor ebben a járványban vagyunk, és gond és probléma van, akkor, hogyha én egy íróasztal mögött ott maradok, ez komolyan és őszintén mondom, nekem lelkiismereti válságot okoz. Tehát én elvégzem a munkám az önkormányzatba, utána kimegyek, önkéntes segítő vagyok tavaly óta, kimegyek a rendelőintézetbe, és ott egyszerű mezei orvosként fogok dolgozni, akár az esti órákba, akár a hétvégeken, hogy mit is csinálok, ez is lényeges. De csak, hogy jól értsem, és ez mikortól lesz? Tehát reggel 8-tól délután 4-ig Új-Buda polgármestere, délután 4-től nem tudom én ki tudja meddig, pedig orvosként dolgozik a kerületben? Igen, tehát abban a pillanatban, amikor a rendelőintézet számára elrendelik a tömeges oltást. Aha. És nagyon fontos hozzátenni, nem polgármester megy ki, hanem egy egyszerű mezei orvos, aki azt fogja csinálni, amit a rendelőintézetnek a főigazgatója mond. Ha kell, a betegekkel beszélek, és tisztázom azokat a dolgokat, amit kell. Ha kell, az oltóponton tevékenykedek. Teljesen mindegy. Én nekem semmilyen kikötésem nincs. Szeretném feleségemmel együtt, aki gazdasági igazgatóként közel 20 évig volt nagy kórházaknak a gazdasági vezetője, ő az adminisztrációba fog dolgozni, elmegyünk és csináljuk. Polgármester úr, nem összeférhetetlen, csak azon kutarászok az emlékezetemben, azt tudom, hogy Dézsi Csaba András az talán a miniszterelnöktől kapott engedélyt, kért és kapott engedélyt. De ő főállásba csinálja egyébként, és tiszteletre méltóan csinálja a dolgát. Aha. És most ugye kibukott ő belőle, és hogy egy igazi orvos. Igazi orvos, és nem a politika oldalvizén fogalmazza meg a mondandóját, hanem a betegek érdekébe. Tehát jogszabály azt nem tiltja, hogy ön a... Természetesen, hogy én a szabad időmben mit csinálok, azt hadd döntsem már el, és tekintettel rá, hogy meggyőződésem, és látom, és tudom, hogy erre szükség van, akkor engedtessék meg nekem, aki azért csinált olyat pacemaker beültetéstől kezdődően, elektródával a szívbe történő fölmetegi, hiszköteg EKG, dolgoztam alapellátásba. Tehát nem arról van szó, hogy van egy buta fa kezű, az életben soha betegágy mellett ott nem lévő orvos, értem, aki én most terepen... azt hiszi, hogy... Ezzel együtt szerintem a dologban benne van a kritika lehetősége is, szóval egy tábornoktól nem azt várják, hogy menjen ki a frontra, és nem tudom én, vegyen puskát és harcoljon, mert fontosabb dolga van neki a vezetési ponton. Én azt ellátom, ami fontos. Azt én ellátom, azt én megcsinálom. Az önkormányzatnak a vezetését nem engedem ki a kezemből. Tehát én végig a kezembe tartom, és hadd mondjam, szerkesztő úr, aki ezt kritikával illeti, az önmagáról mond véleményt. Ebben az időszakban, amikor minden kézre szükség van arra, hogy ebből az iszonyatból minél hamarabb ki tudjunk lábadni. Megmaradtak az élő kapcsolatai az orvostársadalommal? Tehát volt kollégákkal? Nem gondolja, hogy furán fognak önre nézni, hogyha kerületvezetőként, politikusként egyszer csak megjelenik közöttük fehér köpenyben? Én azt tudom erre mondani, az életemben soha nem címeket viseltem. Én voltam a Katona Egészségügyi Szolgálat helyettes vezetője, voltam a Központi Honvéd Kórház parancsnoka, voltak címeim, rendfokozatom hozzá. Engem nem ez érdekelt, hanem az, hogy mit kell és mit lehet tenni.
most is az érdekel, és akik ismernek, hát elég sokan ismernek, azok pontosan tudják, hogy én nem egy hiú ember vagyok. Én valóban egy olyan valaki vagyok, akinek az egész életében egyetlen domináns dolog volt. És amikor hívtak kórházba, és akkor az volt az első kérdésem, hogy miben tudok neked segíteni. Legalább annyira katona, mint orvos erre utalt is. És ehhez képest ugye nekem furcsa, hogy az az érzésem, hogy az orvostársadalom óckodása erről az egész új jogviszonnyal kapcsolatban elsősorban abból fakad, hogy egyfajta ilyen katonai hierarchiába akarják őket bekényszeríteni. Vezényelhetőség, katonai parancsnokok a kórházba, és így tovább. Pont önt hallgatva is az az érzésem, hogy ezek az emberek mennek, hogyha baj van. Tehát nem kell őket vezényelni, mert ahol dolog van, összeszedik a cókmokot, és mennek maguktól. Ez így van. Ez így van, és idáig is így volt. Azt kell mondanom, hogy az egészségügyi törvény 1997, a népjóléti miniszteri rendelet, ami a végrehajtásra született járványos időszakra, ez a 18/1998-as, vagy később egy egészségügyi szükséghelyzet kapcsán, ez valahol Dunántúlon ott Keszthely környékén, nem egészen pontosan Keszthely, volt egy olyan válságos helyzet, hogy hoztak egy ilyen intézkedést, kirendelhetők az orvosok. Nem kell ezt a dolgot csinálni, és nem csak kirendelhetők, szerintem elmennek. Elmennek. Ezek az emberek, próbáljuk meg levezetni ugyanezt, amit én elmondtam. Ezek az emberek arra tették az esküjüket le, hogy segítenek, hogy gyógyítanak. Ezek az emberek nem fogják ezt megtagadni. Ezeket az embereket nem kell kényszerhelyzetbe hozni, és akkor még sok egyéb dolog volt, mert időben nem tájékoztatták őket, hibák voltak abban a bizonyos munkaszerződésben, amit letettek az asztalra, az ügyeleti pótlékkal kapcsolatosan. Nem írta volna alá, hogyha most ebben a helyzetben van? Bevallom őszintén, egyébként annyira figyelmesen én ezt nem olvastam el, tehát most nem lenne korrekt dolog, hogyha pró vagy kontra én ezzel kapcsolatban nyilatkoznék, de nem tartom tisztességesnek, és hadd mondjak egy furcsa dolgot, na ez politika. Ugye azt mondja a Fidesz, hogy a néppárt ebben az időszakban, amikor itt ez a pandémia és rengeteg gond és probléma, képesek egyébként az alapszabállyal bibelődni. Kérdezem én, ők mivel bibelődtek most? Azzal a társadalommal, az egészségügyi ellátó rendszert működtető orvosokkal és szakdolgozókkal, akik a frontját képviselik a harcnak, akik ott vannak az első vonalba. Kellett ez? Teljesen mindegy, hogy mit mondanak. Ezt a munkaszerződést fél évvel, egy évvel később letehették volna az asztalra. Egy tárgyalás után ennek semmilyen körülmények között nem volt helye. Nem csak ezzel bíbelődtek, polgármester úr, azzal is, hogy az apa férfi, az anya nő, meg azzal is, hogy meghatározzák a közpénz fogalmát. Köszönöm szépen, ezek szerint előfordulhat, hogy valaki a jövő héten László Imre polgármestertől kapja meg a Covid-oltást. Nem, dr. László Imrétől, egyébként a mezei orvostól. Dr. László Imre orvostól. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Köszönöm én is az érdeklődést.